A Nyíregyháza Blue Sharks és a Nyíregyházi kosárlabda játékosai is pályára léptek csütörtökön a Bárci Gusztáv általános iskolában. Ők vendégcsapatként tartottak bemutatót és játszottak mérkőzéseket a sajátos nevelési igényű fiatalok számára rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda diák olimpián. Már több éven keresztül egy nap a szakmai napok mellett a sporté, és több mint 10 éve szerveztük és rendezzük mi ennek tiszteletére a megyei kosárlabda tornánkat, ahol általában 4 megyei iskola küldi el csapatát, korcsoportonként, tehát külön a speciális szakiskolásoknak van versenye, külön a tanulásban akadályozott korcsoportnak, és külön az értelmileg akadályozott tanulóknak. A sportrendezvényen lehetőséget kívánnak biztosítani az oktatási intézmények sajátos nevelési igényű tanulói számára, hogy játékos formában versenyeken is bebizonyíthassák felkészültségüket. A megmérettetés további célja, hogy szélesítsék az utánpótlás nevelést, bővítsék az iskolák közötti kapcsolatokat, illetve a testnevelők szakmai tapasztalataikat is gyarapíthassák. Ezen kívül a megyei versenyeken jól szereplő csapatokra további megmérettetések is várnak. A mai rendezvény ennek ugye az első apropója a 2017-18-as tanévben, első megyei kosárlabda verseny, és az itt első helyezett csapatok jutnak tovább a regionális kosárlabda versenyre, és majd tavasszal pedig az országos diákolimpiai tornára. Végül mind a tanulásban akadályozott fiatalok, mind pedig az értelmileg akadályozott tanulók versenyében a Nyírbátori Jeltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium végzett az élen, így ők jutottak mindkét kategóriában a regionális döntőbe.